Nem mindennapi látvány fogadta stábunkat néhány napja Bonyhádi önkéntes tűzoltók laktanyájában. Az épület legnagyobb termét kisiskolás diákok töltötték meg, akik dermedt figyelemmel hallgatták a lánglovagok vezetőjét. Az iskolában pályaorientációs nap volt, ami keretében a diákok ide jöttek hozzánk megnézni, hogy mi a tűzoltók felszerelése, mivel foglalkoznak, és a végén csináltunk itt a tanteremben egy gyors tesztet, a tudásukat felmérni. Úgy érzem, hogy a tűzoltóautó az nagyon érdekli őket, a tűzoltó ruhák is. A felszerelésnél még nem igazán tudják, hogy mi mire való, nagyjából azért elmondtuk nekik, de fogékonyak, igen. A bonyhádi önkéntes tűzoltók nem csak a mostani akcióval igyekeztek jelen lenni a helyiek mindennapjaiban. A közösség megbecsült részvevője a helyi közéletnek. Csinálunk mi is rendezvényeket, amin a civilek, a lakosság meg tudja nézni, meg tudja tudni, hogy mivel foglalkoznak a tűzoltók. Mögöttünk vannak azok a különböző testvérvárosoktól kapott ajándékok, relikviák, de tényleg ez mellett még nagyon sokat járunk kifelé a civil életben is, és mondhatjuk, hogy összetartóak vagyunk, igen. Bár ez a nap igazán kellemesen telt minden érintett számára, az igazsághoz természetesen hozzátartozik, hogy a lánglovagoknak olykor igazán veszélyes helyzeteket is meg kell oldaniuk. Mi úgy nézünk ki, hogy mi csak önkéntes tűzoltók vagyunk, ami Bonyhád közigazgatási területéhez tartozó helyiségekre megyünk. 32-en vagyunk, akik tűzoltók vagyunk, ebből 10-en vagyunk aktívak, akiket mindig el tudunk érni éjjel-nappal bármikor. A bonyhádi önkéntesek ezen a napon nem csak ezzel az egy programmal kedveskedtek a gyerekeknek, a délután során szintén fontos szerep jutott nekik.